Berekfürdői és erdélyi fafaragók dolgoztak a Berekfürdői Nemzetközi Nagykun művésztelepen. Most a legnagyobb munkájuk egy csodálatos betlehemes elkészítése, ami azt gondolom, hogy Magyarországon egyedülálló lesz, hiszen van másik ilyen is tudunk róla, de ez egy autentikus, életnagyságú betlehem lesz, amit nem csak a művészet megmutatásának készítenek, hanem turisztikai attrakcióként is meglátogatható lesz a településünkön. Luka Lajos népi iparművész mester kosárfonóként dolgozik, az ő csodálatos dolgait is meg tudjuk nézni, illetve megvásárolni ezen tábor alkalmával, illetve Csiszer Veronika Erdélyből érkezett gyöngyfűző csodálatos munkáinak az elkészülése is látható. Óriási tervek vannak, hiszen ez a tábor 22 éve él, dolgozik a településen, óriási értéket teremtve. Ez a hosszú távú cél is. A jövő évben egy csodálatos mese játszóparkot kezdenek el elkészíteni a település lakói, gyerekei számára, illetve az ide látogató vendégek számára is. A népmese lesz az alap témakör, így aztán e köré fonódnak az elkészült padok, a játszó, a hinta például, ennek megfelelően fogják ezeket elkészíteni. A fafaragás technológiai környezet is változott az évek alatt. Évtizedekkel korábban szentségtörésnek számított volna, ha egy művész motoros fűrésszel is dolgozik, ma már ez is természetes. Természetesen az apróbb, finomabb munkafolyamatokat továbbra is kézzel végzik. A berekfürdői betlehemest alkotó szobrok közül az egyszerűbbek 1-2 óra alatt elkészültek, viszont akadt olyan is, amelyet 2 évig tartott megcsinálni.